Sziasztok, Ádám vagyok, Moblix TV-t nézitek, ez itt a Fujitsu Lifebook UH552 notebookja. Ezt most ki fogunk bontani. Látjátok, elég nagy méretű a doboza, pedig maga a készülék az nem olyan szinten nagy. Itt van a kis zacskóban maga a notebook, ezen kívül ez egy kis doboz tartalmazza a tartozékokat. Illetve itt oldalt helyezkedik majd el a töltő. Magát a notebookot megnézve, ami egy, hát igazából majdnem kenyeres zacskóban található, nem vitte túlzásba a gyártó csomagolást. Itt látható teljes alumínium borítással, ami matt, itt felső részén van csak egy kis műanyag, valószínűleg ez alatt találhatóak külön az antennák. És ha megnézzük oldalról, nem ultrabook, de egy slim notebook, ennek megfelelően kb. 2 centi vastag talán. Itt található a memóriakártya olvasó, van egy kis ajtónk, amely mögött talán, ha jól látom, SIM-kártya olvasó lehet. Van egy USB csatlakozó, illetve egy töltő csatlakozás. Az elején igazából semmilyen csatlakozó vagy port nem lesz. Bal oldalon lesz még egy headset csatlakozó, ugye 3,5 mm-es, 2 darab USB 3.0 csatlakozó, egy HDMI, valamint egy Kensington lock. A hátulján, illetve az alján lesznek különböző hűtőnyílások, tehát ez itt van kivezetve a hűtés, valamint van egy nagyobb felület, amit le tudunk szedni, esetleg bővíteni memóriát, vagy hasonlót a későbbiekben. Viszont az akkumulátor az beépített, azt nem nagyon tudjuk majd otthon kiszeregetni. Ennek megfelelően itt lesz egy külön kis reset gomb is, a problémát áthidalni. Felnyitjuk a készüléket. Itt látható a matt kijelző, amely körül fekete színű keret fut végig, amely oldalban vékony, alulfelül egy kicsit vastag. Felette van ugye értelemszerűen egy webkamera, még a külső borítás az alumínium és szürke színű, addig a belseje az fekete. Itt látható, ugye magyar kiosztású billentyűzet. A touchpad az egy külön válik végül is a csuklótámasztól, azonban színben megegyezik, és nincs külön egérgombja, be van építve az érintőpanel felületébe. A billentyűzet egy kicsit süllyesztve helyezkedik el, sajnos ebben még nem található háttérvilágítás, bár van nagyobb modell, amelyben a Fujitsu-n elérhető, bár az jóval drágább is, sajnos. Több bekapcsoló gomb itt legfelül található. Ez volna tehát a Fujitsu Lifebook UH552. Ádám voltam, Moblix TV-t néztétek, sziasztok!